8 új elektromos busz érkezik Pécsre, ez volt a hír a napokban a Baranyai megyeszékhelyen. Azonban kérdés, hogy lesz-e elég sofőr a pécsi közösségi közlekedést végző önkormányzati cégnél, ezt vetette fel a helyi Fidesz frakció vezetője. Csizmadia Péter szerint rendezni kell a buszvezetők bérét, mert nem lesz, aki vezesse a járműveket. 1400 forintra emelték meg a buszsofőröknek a bruttó óradíját, csak hogy érzékeltessem, hogy ez milyen alacsony összeg. A jelenlegi garantált bérminimum órára vetített bruttó díja az 1600 forint, tehát 200 forinttal vannak elmaradva, ami ugye nagyon jelentős havi szinten, nagyon jelentős összeget jelent a munkavállalók pénztárcájának. Ezért mi már korábban is azt javasoltuk, hogy ezt az 1600 forintot, ezt mindenképpen biztosítani kell az idejében. Azért, hogy megállítsák a sofőrök elvándorlását. Tavaly a buszvezetők 10%-a hagyta el a tükebuszt. Hiába emeltek januártól alapbért, ez még mindig alacsony a cégnél működő egyik szakszervezet szerint, mondja a politikus. Ez komoly működési nehézségeket okozhat. Járat ritkításokra, járat kimaradásokra, esetleg tördésekre kell számítani, hiszen nem lesz elég sofőr, aki vezesse a városi buszokat. Annak ellenére egyébként, hogy itt a közeljövőben, tehát valószínűleg jövőre újabb 8 autóbusz, elektromos meghajtású autóbusz fog érkezni, ami egyébként örömteli hír, tehát azt gondolom, hogy nem ezzel van a probléma. A probléma azzal van egyébként, hogy úgy tűnik, hogy a városvezetésnek mindenre van pénze, csak éppen arra nem, amire kéne. Ilyen a sofőrök bérezése is, miközben a baloldali cégekhez, a tanácsadókhoz 100 milliók vándorolnak, mondja a frakcióvezető. Csizmadia Péter javaslata szerint meg kell adni az 1600 forintos alapúra bért a sofőröknek. Ezt a következő közgyűlésen javasolni is fogja, hogy biztosítani tudják a pécsi közösségi közlekedés folyamatosságát.